Jó estét kívánok mindenkinek! Nagy szeretettel szeretnék köszönteni mindenkit, elsősorban sportbarátainkat, a tiszamenti sportbarátokat, akikkel hosszú éveken át komoly az együttműködésünk, és valóban szeretném tiszta szívvel megköszönni mindannyiótoknak, akik elfogadtátok a mai napra ez a panel beszélgetés. Amikor a sportügyekkel, ügyekről beszélünk, akkor úgy érzem, hogy megkerülhetetlen az, hogy ilyen rangos vendégek érkeztek Magyarországról. Szekeres Pál olimpikon a sportminisztérium államtitkáraként köszöntjük Önt. Továbbá dr. Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. Juhász Bálintot pedig a Vajdasági Magyar Szövetség színeiben a tartományi képviselőház elnökét és az intézőbizottság elnökét egyben. Még nagyobb szeretettel szeretnék köszönteni mindenkit itt. Elsősorban a veteránokat, ugye a jobb oldalról Táborosi Lászlót, aki az Atlétika Klub egyik kiváló egyénisége. Továbbá barátunkat is nemrég ugye új elnöke, a Vajdasági Magyar Testnevelők és Edzők Egyesületének, Szegedinszki Igort. És nem utolsó sorban, akkor így ugrálunk a sportról, a politikába, mindegy, a mai téma is ezt majd rendezni fogja. Nagy szeretettel köszöntjük köreinkben Deli Andort, Európa Parlamenti képviselőt, Újvidéken. Továbbá államtitkárasszonyt, Jerasz Anikót. Tartományi titkárunkat, Ótot Robertet, és továbbá tartományi titkár helyettes, Tóth Robertet. Zoltán, bocsánat. Elnézést. Nagy Ottót, a Nagyberedés Alap Igazgató Bizottságának helyettesét, elnök helyettesét. És a szomszédból barátainkat, Újhely Nándor képviselő testület elnökét, Törökkanizsáról, Olaj Tibort, pedig a képviselő testület elnökét, Csókáról. Hát van-e valaki, akit kihagytam? Szerintem biztos, hogy Monóki Elvirát, aki a Csóka község VMS listájának vezetője, okleveles jogász. Köszöntöm önöket, köszöntöm a média képviselőit, és akkor hát a végére hagytam Bálint. Végére hagytam. Az pedig talán nagyon nagy tapsot érdemel, hogy körünkben van világbajnokunk, a szomszéd világbajnokunk, de a gyökerei Bánátból, egyházaskérről származnak, Nemes Viktor urat. Hát, természetesen a szívünkhöz sokkal közelebb áll az asztali tenisz, mint a birkozás, és akkor a világbajnokság, ifjúsági világbajnok ezüstérmese pedig Tápai Éva volt akkor, ma pedig Berze Éva, ő neki még nagyobb tapsot kívánok. Szeretném megköszönni, hogy elfogadták meghívásunkat a női röplabda klubból, képviselői Csókáról, a karate klub képviselőt Ritát keresem valahol, az Entai Asztali Tenisz Klub, az Entai Birkozó Klub, az Entai Kajak Klub, az Atlétika Klub, természetesen a Nyers István Labdarúgó Akadémia fiatal futballistájai, és utolsóban, aki a szívemhez talán legközelebb áll, a Rudit, azt látom, jó, a Magyar Kanizsai Vajdasági Magyar Birkozó Akadémiának a képviselőit. Úgyhogy szerintem mindenkinek, és még többek között a Csókai Asztali Tenisz Klub elnök asszonyát, Dognár Vargics Otiliát is. Akkor mindenkinek egy nagy tapsot, és ezúttal átadnám a szót. Kezdjünk is bele, rögtön akkor kezdjük a sporttal. Szekeres Pál úr, ön ugye hosszú éveken keresztül ugye államtitkárként tevékenykedett, helyettes államtitkárként, illetve miniszteri biztosként is. Milyen munka ez? Mit tudhatunk róla? Mi ennek a szépsége? Ugye a magyar kormány jóvoltából itt a Vajdaságban is többek között komoly sportfejlesztések valósultak meg, gondolok itt a Topolyai Labdarúgó Akadémiára, vagy a Magyar Kanizsai Birkózó Akadémiára, de támogatják például az adai kézilabdázókat is. Ugye ez egy hosszú történet, és ezt is szeretném megköszönni a meghívást, és hogy ilyen sokan eljöttek erre a találkozóra, és hát felemelő érzés ilyen sportos közösségben lenni. Igyekszem érdekes történetekkel is szolgálni, de a közigazgatás az nem igazán ilyen.
Tehát először is ugye kell egy jó kormány, amelyik támogatja a sportot, és komoly forrásokat rendel mellé. Ez önmagában kevés, kell egy komoly stratégia, és kellenek hozzá partnerek. A sportban a partnereket úgy hívják, hogy sportszövetségek, egyesületek, és ugye a két legnagyobb kincs, az edző és a versenyző. És ugye azt azért, hát a fiatalabbak nem, de talán az idősebbek emlékeznek rá, hogy amikor ez a nagy szocialista rendszer összeomlott, akkor gyakorlatilag bázisszerv nélkül maradtak az egyesületek, és nem nagyon találták ezek a friss demokráciák a választ, hogy hogyan lehetne ezt a hatalmas nemzeti értéket, a sportot jól támogatni. És hát azt láttuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon lepusztult sportlétesítmények vannak, csökkenő versenyzői létszám, romló népegészségügyi adatok, és akkor jött egy kormányváltás, fölállt egy, akkor úgy hívták, hogy ifjúsági és sportminisztérium, és egy teljesen ifjú csapattal elkezdtünk dolgozni, összeállítottunk egy stratégiát. Én abban az első 4 évben a fogyatékos emberek sporthelyét feleltem. Ugye rólam talán röviden dióéban annyit, hogy 27 éves koromig épp egészséges ember voltam, és úgy sportoltam, akkor egy versenyen egy autóbalesetet szenvedtem vétlen utasként, és utána folytattam tovább. Én vívó vagyok, úgyhogy ha valakinek bármi problémája van és belém köt, akkor a párbajban én választom meg a fegyvernemet, úgyhogy lehet valaki birkózó, de azért az a szabja azért betartja a távolságot. Úgyhogy, és hát ugye nagy szám van, csomó elképzelésem volt, és akkor azt mondta az akkori kormányzat, hogy Palikám, akkor gyere, mutasd meg. És hát elkezdtünk dolgozni, és hát öröm volt látni azt a fajta együttműködést, ahol az ifjúságpolitika és a sportpolitika összefonódva elkezdett egy fejlesztési programot. Aztán utána, a kormányváltás után ez a program egy hatalmas gellert kapott, forráscsökkenések, és lehetett látni, hogy egyre gyengébb nemzetközi eredmények is. És utána a második Orbán kormány alatt, akkor jött el igazából az aranykor. Tehát a 2010-es esztendőtől egy olyan elképesztő fejlődési ív ment véghez, hogy gyönyörű sportcsarnokok, minden magyarországi városban van új sportlétesítmény. Vagy egy régi, ami teljesen fel lett újítva és korszerűsítve lett, és ugye egyrészt ugye van ez a 6 látványsportág, ugye ez a TAO, akkor én voltam éppen a helyettes államtitkár, amikor ki kellett járni Brüsszelbe elmagyarázni. Hát ezt tudod jól, hogy nem volt egyszerű, de sokat szóra sikerült, és kaptunk rá engedélyt, hogy egy ilyen adó eltérítési mód legyen, és ebből ez a 6 sportág elképesztő mód elkezdett gyarapodni. Én nem mondom azt, hogy ezért lőtte be a Szoboszlai a jobb alsó sarokba ott az utolsó percekben a gólt, vagy ezért vertük meg az angolokat 4-0-ra. De hogy ezek a fejlesztések, ezek lehetőséget adtak, terek adtak, és sokkal több sportoló tudott bejönni, ezek ténykérdések. És én azt gondolom, hogy határon túl talán még nagyobb jelentősége van a nemzeti identitásnak, de ez az anyaországon belül is higgyék el, hogy ez tud probléma lenni, és a sport az mind a mellett, hogy megtanít, ugye mindenre megy győzni és veszteni is megtanít, egy nagyon jó közösséget teremt, és megtanítja a más nemzetek tisztelete mellett az, hogy az ember legyen büszke a saját nemzetiségére is, a saját fajtájára is, és ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó üzenet, és elképesztő volt látni. Most készült egy összegző anyag, majd megkérem a kollégámat, hogy egy párat hozzanak, vagy az itteni egyesületek képviselőnek átadjuk, hogy 14 év alatt elképesztő ív lett. Ugye én az első, tehát én 2 Orbán kormány alatt voltam sportét felelős helyettes államtitkár, de elképesztő mennyiségű fejlesztés zajlott le, és az egy örvendetes dolog, hogy ez a kormány nem 10 millió magyar iránt érez felelősséget, hanem a határon túli magyar testvéreinkért is, és ezért a nemzetpolitikánk szerves része a sportnak a támogatása is, és én nagyon nagy örömmel látom, hogy ilyen sok szakosztály és sok egyesület képviselője jött el. Ez egy örömteli visszajelzés, mert ugye sok dolgot mi csak ugye szakemberként csak ilyen papírokon látunk, hogy ezt szeretnénk, azt szeretnénk, amaz szeretnénk,
és van, aminek ugye, és ugye ez a közigazgatásnak a, hogy mondjam, a nehézsége a sporttal szemben, hogy az ember tudja, hogy amikor a sportban hoz egy rossz döntést, akkor utána a bíró mondja, hogy akkor auf Wiedersehen, és akkor az ellenfele megy tovább. A közigazgatásban meg lehet, hogy csak 10 évvel látjuk, hogyha valamit elrontottuk. Én nem mondom, hogy ez a program tökéletes, de az a fajta kritika, amit néha hallunk ellenzéki oldalról, hogy ez felesleges, azt én egy óriási tévedésnek gondolom, mert van ennek egy másik vetülete is, vagy több vetülete is, egészségmegőrzés, illetve egy reális példa, egy reális alternatíva a fiataloknak. Én azt gondolom, hogy jópofa dolog ez a videójáték is, de azt látom és örülök, hogy a srácok most eltették a mobiltelefont, ezek szerint talán tudunk érdekeseket mondani, és egyébként nagyon sokan unalomból nyúlnak például a droghoz a fiatalok közül, vagy azért, mert depressziósok, a sport pedig erre is egy jó válasz. Ráadásul ugye a sportban valós példaképek vannak. Tehát te nem azért nyertél, mert találtak egy statisztát, és 47-re sikerült lenyomni, hanem az egy valós húsvér siker, egy valós eredmény, és a sportban ugye az a nagyon izgalmas, hogy ott előttünk zajlik a sztori. Említette, hogy Magyarországon talán nincs is olyan város, ahol nincs új, modern sportkomplexum, és szerencsére itt a Vajdaságban is egyre több van az anyaországi támogatásoknak köszönhetően. A másik vendégünk, dr. Pásztor Bálint is egy igazi sportbarát, talán szívéhez a legközelebb a labdarúgás, illetve a futás áll, de szerintem itt minden sportágat követ, amiben igazi nagy fejlesztések vannak. Mennyire sikeresek ezek itt a Vajdaságban, ön hogy látja? A fociban is azok a sikeresek, akik sokat futnak, azt nem lehet kisporolni, úgyhogy így összetalálkozik a kettő, meg hát minden sportágban sokat kell futni, szerintem még a birkózók is futnak, még hozzá nem keveset. Ami a fejlesztéseket illeti, itt az akadémiai rendszert kell említeni, és mindenképpen az akadémiai rendszernek a bővülése hozhat megoldást. Mi még jó néhány évvel ezelőtt dolgoztunk ki egy teljes mértékben komplett koncepciót arra vonatkozóan, hogy milyen akadémiai fejlesztéseket kellene megvalósítani, ez Pásztor Istvánnak az elképzelése volt, ezt ki kell mondani, és ennek elemei megvalósultak. Ugye a labdarúgó akadémia Topolyán, valamint a birkózó akadémia Magyarkanizsán, vannak elképzelések vízilabda akadémia vonatkozásában Zentán, vagy asztali tenisz, ugye itt Csókán egyértelműen ez a központ. Ezen kívül Adán a kézilabda akadémia, és hát mindenben azt látjuk, hogy az akadémiai rendszer az, ami sikert hoz, mert hát lehet klubonként is szemlélni a dolgokat, de azért, hogyha például a labdarúgás esetében a TSC, a Topolyai TSC akadémia összefogja a gyerekeket, a klubokat településről településre, ez megvizsgálható, vagy a magyarkanizsai székhelyű birkózó akadémia, és itt az elmúlt hetekben is számos helyen láttunk birkózó edzést Magyarkanizsán kívül is, ennek az akadémiai rendszernek a keretein belül, meg ugye mindig el szoktuk mondani, hogy Farkaslakán is a magyarkanizsai birkózó akadémia működteti a rendszert, meg adja a szakmai tudást, akkor ebből azért látható, hogy nagyon fontos dolgot teszünk, és mi meg vagyunk arról győződve, hogy ez identitás megőrző, identitás erősítő, azon kívül pedig az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás mellett egy olyan szegmentum a létünknek, amelytől mi erősebbek leszünk, és nem valamiféle önfeladás felé megyünk. Arról nem beszélve, hogy aki sportoló, legyen akármennyire is rekreatív, meg akármennyire is kezdő, biztos, hogy álhatatosabb és szorgalmasabb és nehezebb lenyomni az élet bármely területén, mint olyan valakit, akinek soha semmilyen köze nem volt a sporthoz. Hallhattuk tehát, hogy jól működik az akadémiai rendszer itt Vajdaságban, és hát harmadik vendégünktől, Juhász Bálintól sem áll távol a sport. Például a birkózó akadémiának Kishegyesen is vannak edzései, beindult a klub, és hát úgy tudom, hogy sok fiatal jelentkezett, és már vannak érmeik is, például országos bajnokságokról is. Ez pontosan így van. Mit tudhatunk ennek részleteiről, hányan látogatják az edzéseket? Az akadémiai rendszer az azért csodálatos, mert nem arról szól, hogy Topolyán van egy labdarúgóklub és egy stadion és egy akadémia, vagy
Magyar Kanizsán egy birkozó akadémia, és akkor miért Kanizsán van, és miért nem egy másik településen, hanem egy egészen kis közösség, mint Kishegyes, a birkozó akadémiának és a labdarúgó akadémia rendszernek is részese. Egy kis közösségben mindig az a kérdés, és a szülők ugye, hogy hol éljen a család, azt szerint is válogatják, hogy a gyerekeknek milyen lehetőségei vannak sportolásra, egyéb másra, fejlődésre. És azt tudom mondani, hogy Kishegyes községben elég sok minden van. Asztali teniszben volt, amikor csókáltó jobbak is voltunk, ugye? Volt egy pillanat, nem tartós, de volt ilyen. A női asztali tenisz az gyakorlatilag a semmiből pár lelkes szülő építette egy első ligás női asztali teniszklubot. A labdarúgás az mindenfelé van, de műfüves pályán szakképzett edzőkkel tudják fölkészíteni a gyerekeket, és sok helyre eljutottak már a kishegyesi labdarúgók. Még az NB1-2-3-ban is elég sokat lehet találni. És a birkózás jött, mint egy ötlet. Régen volt klub Kishegyesen, aztán valahogy ez így ellaposodott, és meg is szűnt. És amikor elindult a Kanizsai Akadémia, akkor a Bálint Zoltán elnök úr javaslatára, hogy nézzétek már, még ott Kishegyesen elég sokan birkóztak, van ennek hagyománya, próbáltunk újjáéleszteni. És hát így gondolta, és az ember meg nem is, de szinte első hívó szóra 80 gyerek megjelent a két településen, szülők hozták, nem csak fiúk, hanem lányok is vannak, olyan kis hölgyek, akik így simán oda-vissza vernek mindenkit. És tömegessé vált, tömegsportként, tehát a birkózás nálunk nagyon berobbant, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos közösség megtartó szerepe van, mert azt mondják, hogy heti rendszerességgel a gyerekek edzhetnek, versenyezhetnek, ha esetleg valaki tehetségesebb, mint az átlag, annak van egy kifutás ott az akadémia, és van is, aki már ide került Kanizsára. Versenyezhetnek, érmek vannak, országos, arany, ezüst, bronz, különböző kategóriákban, és vérkomolyan veszik ezt az egész dolgot a gyerekek, és a családoknak is ez jó. Úgyhogy összességében így minden, ami elhangzott, ugye szabadidő eltöltés, számítógép és a digitális tartalmak helyett a valós kapcsolatok, meg valós élmények, egészségmegőrzés és a sportolási lehetőségnek a nagyon-nagyon színes tárháza. A birkózás mindenképpen egy ilyen üde színfolt nálunk ott Kishegyesen. És nem csak ott, tehát Tornyoson jártunk nem régen, ott is 40-50-en, Moravicán jártunk nem régen, ott is ilyen számokról beszéltek, 50-60 gyerek. És hogyha megnézzük a két akadémia rendszert, és hogyha nem jön ez a mindenféle globális energia, meg háborús, meg biztonságpolitikai helyzet, akkor valószínűleg más kifutás van, akkor több akadémiai rendszerről is beszélhetnénk, de csak ez a két, csak két akadémiai rendszer 2,500 gyermeket mozgat meg gyakorlatilag Vajdaságszerte. Azt gondolom, hogy ez fantasztikus. Akkor ami Kishegyest illeti, igazán jó híreket hallhatunk, hogy népszerű a labdarúgás is, az asztali tenisz, a birkózás, de hogyha Kishegyesnél tartunk, akkor van egy sportoló, aki igazi csillaggá növi ki magát, nem hagyhatjuk ki Világos Adriannát, aki ugye akár az olimpián is bizonyíthat már most Párizsban. Ez így van, hát olyan, ami Adriannánk, ő nagyon-nagyon céltudatos hölgy, és az az érdekes, hogy itt anyuka és a kislánya kéz a kézbe váltak edzővé és sportolóvá, gyakorlatilag ilyen autodidakta módon. A kislány korosztályában fantasztikus eredményeket ért el, és szépen lassan próbáltuk mi is segíteni a sportolási feltételeknek a biztosítását. Először összehoztuk, hogy úgy haigálja Gerejt ott a labdarúgó pályán, hogy ne a játékosok közé dobálja, viccelek természetesen. És nem csak ez a fontos, hogy ők ketten elérték ezt, amit, ez önmagában jöve fantasztikus, de föl lehet sorolni még rajta kívül 4-5 hölgyeményt, akik komoly országos eredményeket értek el atlétikában, aminek olyan őrült nagy hagyománya nálunk nincsen, de ez a példa, ez a családi példa, ez 4-5 családot még magával húzott. És egy ideig Zentán, most Topolyán klubszinten, hogy itt voltak, vannak klubok,
versenyeznek, illetve biztosítják a versenyzést, de otthon kishelyesen edzenek, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy gyakorlatilag olimpiai, hát mondjuk azt legyünk reálisak, biztos döntő esélyes, de mi abban is hiszünk, hogy ez a Gerely messzebbre is szállhat, és adja jó Isten, hogy érem is legyen belőle. Ez még sok minden nem múlik, de mi nagyon szurkolunk. Hát Adriannának sok sikert kívánunk innen is. És akkor maradunk ugye az olimpiánás Szekeres úrhoz visszatérve. Ugye önnek komoly eredményei vannak, ami az olimpiát illeti. Van bronzérme is Szöulból. Utána pedig volt egy baleset, amit említett itt a beszélgetés elején is, de a sportpályafutását ez nem törte ketté, hanem folytatódott az érmek begyűjtése. Hogyan sikerült ezt megvalósítani? Hát nagyon ügyes vagyok. És ezért hálás vagyok a szüleimnek, és fantasztikus edzők voltak körülöttem mindig, és egy nagyon jó közösség. Hát tudjuk azokban a sportágban az edzőpartnernek kiemelkedő jelentősége, ugye mind a két sportág, az asztali tenisz, meg a birkózás, meg a vívás, ugye, és egy ilyen sportág. Tehát nekem az volt a nagy szerencsém, hogy én egy olyan egyesületben kezdhettem vívni, ahol beléptem a terembe, és az első két páston a Zarándi Csaba edzett, az olimpiai bajnok, akkor még nem olimpiai bajnok, de Szabó Bence, Gedővár Imre, Csongrádi László, Nagyházi, tehát ott egy csomó, nagyon nagy vívó volt, és nem mondom, hogy egyenes út vezetett, mert hogy először azt hittem, hogy majd én leszek a nagy bajnok, és az első házi versenyen pontosan 0 darab győzelmem volt, és voltak azért ilyen kisebb-nagyobb hullámvölgyek, és igazából az első olimpiai szereplésem az 20 évesen, az a Los Angeles-i olimpia lett volna. És soha nem gondoltam volna, hogy a Los Angeles-i olimpiára 7-es autóbusszal megyek. Ugye ez a Bosnyák tértől indul, és a keleti pályaudvarig megy, és közben az egyik megálló az a Nemzeti Sportcsarnok, úgyhogy én, mivel hogy az akkori Drúzsbát ott tartották, ugye az én olimpiai pályafutásom az ott kezdődött, hogy ott szereztünk egy ezüstérmet. Ezt azért mondom így, mert a jogszabály, az, amit az első Fidesz kormány alatt terjesztettek elő, ezt olimpiai ezüstéremként ismeri azt az ezüstérmes teljesítményt, és akkor utána elkezdett egész jól menni a vívás, nyertem kisebb-nagyobb versenyeket, és 1980-as évek közepére már voltak komoly nemzetközi eredményeim. 88-ban, Szöulban ugye bronzérmesek lettünk az olimpián, de előtte a világbajnokságon már bronzérmesek voltunk szintén, és akkor lett volna videóbíró, akkor mind a kettőt megnyerjük, zárójel bezárva, és nyertem 88-89-ben nagy versenyeket. Ugye én tőröző voltam, és ugye az igazi nagy magyar fegyverem az a kard, tehát ugye van ez a egyébként UFO Szilágyi Áron, ugye aki 3 aranyérmet nyert, elképesztő tehetség. Hát ha tudnak vele találkozni, fiatalok, fényképezkedjetek vele, mert minden idők legnagyobb magyar vívójával fogtok találkozni, mert 3 egyéni olimpiai bajnokságot még a Gerevics-Kovács-Kárpáti triónak sem sikerült nyerni, pedig ők aztán elképesztő figurák voltak, ugye 7 és 6-6 aranyérmet nyertek. Úgyhogy egy jó közeg, rengeteg munka, rengeteg lemondás. Mondok egy történetet, egyszer mentem egy szórakozó helyre, és az egyik volt gimnazista társam állt sorba, engem pedig beengedtek soron kívül, és akkor mondta a srác, hogy könnyű neked, Palikám. A nagyon nagy részleteket nem fogok mondani, itt van a fiam, de 2 csajjal mentem, és egyik sem volt anyád, de ez még előtte volt, úgyhogy még jóval azelőtt volt, mielőtt megismerkedtünk volna. És utána egy osztálytalálkozón mondtam a srácnak, hogy mondom, igazad van, hogy ott nekem könnyű volt, 5 éves osztálytalálkozó, de mondom, mit van ez az album, nem ez, hanem mondom, nézd már meg, hogy hány fényképen vagyok rajta. Mondom, volt egy osztálykirándulás, volt egy buli, elmentetek a Margit-szigetre, ez egy házi buli volt, ez a keringős táncőrület, amit ott csináltunk negyedikbe, bolondballagás, mutassál egy fényképet a tablófoton kívül, amin ott vagyok. És mondom, tudod, miért nem voltam ott? Szerettem volna. Azért nem voltam ott, mert vagy edzésen voltam, vagy edzőtáborban.
vagy azért nem mentem el pénteken bulizni, ezt ismerjük, a többiek elmennek, mert szombaton verseny van. Egyszer kipróbáltam milyen az, hogy elmegyek bulizni, nagyon gyorsan vége volt a versenynek. Tehát, hogy... Úgyhogy nem ajánlom. Tehát, hogy ez a sportolás, ez egy csodálatos dolog, és aki tényleg feljut a csúcsra, nagyon sokan szeretik és elismerik a teljesítményét, de 10 000-en indulunk el, és a végén marad egy. Mint abban a bizonyos hegylakó filmben. Mindig a végén egy marad. Mindig a győztesnek van igaz. Azért szerettem versenyt nyerni, utána nem kellett magyarázkodni. Fú, palikám, második, mi volt? Első, akkor meg gratuláció, úgyhogy igyekeztem, és volt egy olyan szakasz az életemben, hogy ugye 91-ben volt a balesetem, és 21 éven keresztül minden évben egyéniben dobogon voltam az adott világversenyen. Évközben egy csomószor elvertek, de első 10 évben nyertem, aztán utána megszületett az első fiam, a Palkó, és akkor lettem helyettes államtitkár, kevesebbet tudtam edzeni, és akkor visszazuhantam erre a dobogó szintre, és egészen 2012-ig ezt tartottam is, és ugye, hát itt a mellettem lévő urak tudják, hogy azért, amikor az embernek nem egy, nem kettő, hanem még az otthonit is beszámolva 3 helyen kell helytállni, akkor az nehezen tud sikerülni, mert igazából az ember egyszerre egy helyen tud lenni. Úgyhogy én rengeteg lemondással a család részéről, meg sokszor a munkát, meg a sportolást, hogy tudtam összeegyeztetni, nem tudom elmondani. Tehát volt olyan, hogy amikor az ember a közigazgatásban dolgozik, akkor ugye hozzák az aláírni valót. És az élet nem áll meg, és készültünk a paralimpiára, és jött az Audi, és jött a kollega, és ilyen stóc aláírni való volt. Úgyhogy az volt szégyen szemre, mert ugye a vívás az egy egykezes sporták, hogy aláírtam, mit tudom én, 100-at, gyurattam egyet, aláírtam még egy 100-at, gyurattam még egyet, és utána mentem vissza edzésre, míg a többiek pihentek. Tehát, hogy azért a sport azért nagyon sok lemondással, viszont az ember eszméletlenül megtanulja, megismeri a saját testét, megtanulja beosztani az időt, és nagyon-nagyon komoly kapcsolati tőkét szerez az ember. Tehát aki sportoló, bárhol mész, mindenhol van egy birkózó, vagy mindenhol van egy asztali teniszező, bárhol megyek, mindenhol van egy vívó, ez lehet, hogy most ez egy kivétel, de szerintem biztos, hogy van a teremben itt legalább egy olyan ember, aki vívott rajtam kívül. Tegye fel a kezét. 1, 2, 3, 4, tessék. Jó, már a fiamban voltam tuti, mert én úgyhogy, tehát én azt gondolom, hogy a sport az egy csoda, és én nem győzök visszaadni a sportnak, mert annyit kaptam. Többek között a feleségemet is ott ismertem meg, és a gyerekeimnek minden lehetőség előttük volt, bármilyen sportágat választhattak, tör, kard vagy párbaj tör. Úgyhogy először vívtam a gyerekeimet. Ahogyan azt tehát hallhattuk, a sport az rengeteg lemondással jár, és rengeteg munka. Szükséges ahhoz, hogy valaki komoly eredményeket érjen el. Hát bízunk benne, hogy az legtöbbször sikerül is. És itt a beszélgetésben hallhattuk már, hogy a sport és a politika az legtöbbször összefonódik valamilyen szinten. Ön is helyettes államtitkárként dolgozott ezen a szinten, a sportért felelős. És ön jelenleg jelöltje a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti listáján is, és hát nem titok, befutó helyen van. Mik a tervek Brüsszelben, és marad-e a sport témakörénél? Hát, ugye a sport az nem az a feladat, amit Brüsszelben nekünk képviselni kell, mert az nemzeti hatáskör. Én inkább a szociális ügyek felé és a foglalkoztatás felé fordulnék, de én azt gondolom, hogy ami ott a legfontosabb, az a hazafias képviselet, tehát hogy ne felejtsük, egy honnan jöttünk, mert bizony előfordult már, és hogyha megnézzük egyébként, hogy milyen hozzászólásai voltak magyar képviselőknek ott, hogy elfelejtették, hogy honnan jönnek. Én ezt sose felejtem el. Nincs rajta magyar válogatott melegítő, de a szívem az piros-fehér zöld, és soha nem fogom elfelejteni. Én egészen biztos, hogy a magyarságot fogom ott képviselni. Nyilvánvalóan nagyon sok vita van, és azt gondolom, hogy itt a legnagyobb vita az ideológiai alapú, és egészen elképesztő dolgok vannak. És most mondok két olyat, aminek egyébként komoly sportvetülete van. Az egyik, ez az Egyesült Európa.
Ez a United States of Europe. Hogy fogunk ott a magyar vízilabda válogatottnak szurkolni egy olimpián? Hiszen nem lesz magyar vízilabda válogatott. Egy egyesült Európában van egy egyesült csapat. A belső tartományi, vagy nem is tudom, szövetségi szinten lehet versenyezni. Ugye ez is egy olyan dolog, amit érdemes átgondolni, mert amihez mi csatlakoztunk, az a Nemzetek Európája. A másik ilyen, még azt gondolom, hogy szintén rázós kérdés az, hogy ez a gender kérdés is bejött a sportba, és én azt egy nagyon-nagyon rossz dolognak tartom, hogy összekeverjük a dolgokat. Tehát én tiszteletben tartom mindenkinek a saját identitását, bármiről is van szó. Legyen az akár a nemzeti identitása, vagy a szexuális identitása, de azt nehezen tudom elképzelni, hogy egy 195 centi magas, 130 kilós férfi egyszer csak elkezd a nők között versenyezni. Legyen nekik egy külön kategória. Ez nem korrekt a nőkkel szemben. Sem genetikailag, sem élettanilag, semmilyen módon vannak is sportszakemberek. Én azt gondolom, hogy ez is egy óriási veszély, amikor ezekről a dolgokról beszélünk, és nyilván, hogy ilyenkor ez is szóba kerül, hogy a gyerekeinknek az ilyen típusú oktatását, felvilágosítását szeretnénk mi elvégezni, és nem engedjük át másnak. És akkor ugye ezen kívül meg van még számtalan nagyon-nagyon-nagyon súlyos és nehéz kérdés. Ezt a kettőt én azért hoztam fel, mert ez a sportot is érinti. Ami pedig az európai parlamenti választásokat illeti, innen Vajdaságból is van jelenleg is képviselőnk, itt ül a sorainkban Deli Andor. És ha minden a tervek szerint alakul, akkor lesz továbbiakban is Vicsek Anna Mária személyében. Dr. Pásztor Bálintot kérdezem, hogy mi is ennek a jelentősége, főleg az itteni vajdasági magyarságot tekintve. Ugye most már harmadízben lesz európai parlamenti képviselője a vajdasági magyarságnak. Ez egy elég jó teljesítmény egy olyan ország állampolgáraként, amely még nagyon-nagyon-nagyon nem tagja az Európai Uniónak. De nem csak szimbolikus kérdés ez. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a mi közösségünknek legyen egy autentikus képviselője Brüsszelben, meg Strasbourgban, attól függően, hogy éppen Brüsszelben vagy Strasbourgban ülésezik az Európai Parlament. Mert látjuk azt, hogy Magyarországot milyen vádak, milyen támadások érik folyamatosan, és fontosnak tartom azt, hogy a mi nevünkben is, a Vajdasági Magyar Közösség nevében is ott föl tudjon valaki szólalni, úgy, ahogy Deli Andor felszólalt az elmúlt 10 évben. És hát... ahogy az előbb hallottuk Szekeres Páltól, azért ott Európában eléggé egyértelmű dolgokról gondolnak mást, mint amit úgy normálisék szoktak gondolni, hogyha megengedhetem magamnak ezt a szabadságot, hogy így nem túl diplomatikusan fogalmazzak. És én azt gondolom, hogy az nekünk érdekünk, hogy minél több olyan európai parlamenti képviselő legyen, aki amikor meghallja a kisebbség szót, akkor az őshonos nemzeti kisebbségekre gondol, és nem valamilyen más kisebbségre. És amit nem hangsúlyozunk eléggé, de fontos, az, hogy Deli Andor példája bizonyította, hogy Szerbiának is érdeke az, hogy legyen egy kettős állampolgár, magyar-szerb kettős állampolgár az Európai Parlamentben, hiszen Magyarországot követően talán Szerbiát támadják ott leginkább, és ezért fontos, hogy legyen ott egy képviselő, aki azt tudja mondani, hogy már pedig én Szerbiában születtem, Szerbiában élek életvitelszerűen, és ez, amit itt állítanak, ez hazugság, ez nem így van, mert nem így van, hanem amúgy van, és elmondja, hogy hogy van. Ugyan elég furcsák ezek az európai parlamentbeli szabályok, mert nekem szerbiai parlamenti frakcióvezetőként 20 percen van ott, ilyen 1-2 percekben lehet reflektálni, de hát legalább nem szószát jár az ember, és megtanul tömören és lényegre törően fogalmazni. Úgyhogy Szerbiának és a szerbeknek is érdeke az, hogy nekünk ott legyen európai parlamenti képviselőnk, és ez bebizonyosodott az elmúlt esztendőkben, mert számos alkalommal éppen Andort kereste a brüsszeli szerb képviselet, vagy akár a szerbiai kormány akkor, amikor valamilyen határozati javaslatot beterjesztettek Szerbiával szemben, és akkor mi voltunk azok, akik módosítási indítványok formájában, vagy hát konkrétan az európai parlamenti képviselő erre reagálni tudott, mert nem csak felszólalni kell, hanem meg kell próbálni kihatással lenni szövegszerű értelemben is ezekre a
ezekre a nemtelen vádakra, úgyhogy hát erről szól az, hogy európai parlamenti képviselőnk van, meg arról, hogy a Fidesz hogyan tekint a nemzetpolitikára, és ezért fontos az, hogy nem csak nekünk vajdasági magyaroknak, hanem a kárpátaljai magyaroknak is van, illetve lesz európai parlamenti képviselője, és bízunk abban, hogy a felvidéki és az erdélyi magyarok saját jogon bejutnak, és akkor így a nemzet egészen képviselve lenne az európai parlamentben. Június 9-e, tehát fontos dátum lesz a magyarság életében, és persze az itt élő kettős állampolgárok is szavazhatnak majd vajdaságban. De a vajdaságiaknak elég sűrű a programjuk, ugyanis azt megelőzően egy héttel, június 2-án önkormányzati választások lesznek, és ugye a Vajdasági Magyar Szövetség is megméretteti magát. Hallhattuk itt, hogy milyen sportfejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban, de más gazdasági fejlesztések is megvalósultak. Juhász Bálint, ön hogyan látja ezt itt ebben a régióban? De azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy őrizzük meg, meg növeljük a közösség erejét, akkor borzasztóan fontos, hogy abban a 23 önkormányzatban, ahol a Vajdasági Magyar Szövetség, a Magyar, Vajdasági Magyar Közösséget képviseli az önkormányzatok, nagyon álló listát indított, ott erőt mutassunk. És kapcsolt a termék, mert hogy levélszavazatok útján elmondjuk, hogy milyen Európát szeretnénk, milyen Európai Uniót szeretnénk, úgyhogy x-elnünk kell majd. Június 2-án meg el kell, hogy menjünk, és a Vajdasági Magyar Szövetség listáira szavazni. A sportfejlesztésekért és a gazdasági fejlesztésért is azt gondolom, hogy mind a szülőföldön való megmaradásról, boldogulásról szól. Az előbb mondtam, hogy a sport lehetőség hogyan hatnak ki szerintem a családok lakhatási hely választásában. Van sokunkban, sokaknak dilemmája az elmúlt években, hogy akkor itt Vajdaságban élni, vagy esetleg szerencsét próbálni külföldön. Ebben mindenképpen kapaszkodót jelentett a Vajdasági Magyar Szövetség gazdaságfejlesztési programja, amit a Prosperitáti Alapítvány valósított meg, és Magyarország kormánya támogatott. Azt gondolom, hogy az a 500 millió eurónyi beruházás és 250 millió eurónyi támogatás, ami ide érkezett, az azért elég jól látható a közel 700 új vállalkozás, a 1100 család számára megvásárolt ingatlan, ahol önálló életet kezdhettek, a gyakorlatilag 6-7 ezer gazda, 3 ezer vállalkozás támogatásába, akik 12.500 embernek biztosítanak megélhetést, és közel 5 ezer új munkahelyet biztosított. Mindez arról szól, hogy mi itt Vajdaságban képzeljük el a jövőnket, és mi ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy ez így legyen, és minél többen dönthessenek így. Ehhez kell erős önkormányzati képviselet, egy támogató anyaországi kormány mellett, és egy fontos, nem mellékes brüsszeli képviselet is, akik értik és érzik ezt a törekvést, amit itt mi vajdasági magyarok hát a mindennapokban megélünk, és amiért harcolunk. Én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy a nemzet lelki egyesítése, akkor pont ilyen dolgokról beszéltünk, mint a sport, de ahhoz, hogy tudjunk egyesíteni, ahhoz most mi kérünk támogatást. Kérünk 2-án, hogy a helyi magyar közösségeknek legyen olyan vezetője, akik ezeket a programokat szívvel, lélekkel tudják tovább képviselni, és kérjük a támogatást az uniós választásokon is, hogy erős képviselete legyen nem csak a határon túli, hanem a anyaországi magyarságnak is, amelyik nemzetben gondolkodik, mert minél erősebb mandátuma, minél több képviselője van a Fidesz-KDNP-nek, akkor az a kis csapat annál inkább tud együtt dolgozni, és annál több bizottságban, annál több helyszínen tudjuk képviselni ezeket a nagy közös célokat. És én azt gondolom, hogy a mi erőnk az, hogy mi tudjuk, hogy mit szeretnénk, és ezek a fajta furcsaságok nem tudnak minket eltéríteni. Én eddig is tudtam, hogy az anyám nő és az apám férfi, tehát engem nagyon nehéz lesz ennek az ellenkezéről meggyőz. Meg lehet próbálni egyébként, végig fogom hallgatni, udvariasan, tiszteletbe tartom másnak a véleményét,
és azt ígértem, hogy én szakmaiságot és korrektséget fogok képviselni mindenkivel szembe. Nem biztos, hogy meg fogjuk kapni a tiszteletet, de mi meg fogjuk adni mindenkinek. És ugye van még egy nagyon izgalmas dolog, ugye a Magyarország lesz a soros uniós elnökség a következő fél évben, és azt gondolom, hogy ott is számtalan olyan lehetőség és eszköz van, ahol a határon túli magyarokat érintő kérdésekben hangsúlyosabban meg tudunk szólalni. És én arra buzdítom önöket, arra buzdítlak titeket, hogy menjetek el és szavazzatok. Tehát aki nem megy el, akkor ott akkor lehet, hogy azon az egy szavazaton fog múlni. Úgyhogy mindenki menjen el, és mindenkit mozgósítsunk. Most kell a legény a gátra, és kellenek mellé a támogató asszonyok, úgyhogy hajrá magyarok, és hajrá magyar önkormányzatok!